Ebben az ínséges időszakban minden egyedi film megváltásként hat, így természetesen érdekelt ez a spanyol thriller is. Ők rendre meg tudnak örvendeztetni olyan különlegességekkel, mint annó a Julia's Eyes, a Hulla, vagy éppen az Amíg alszol. A platform szintén érdekesnek ígérkezett, és nagyjából azt is adta, amire számítottam. Goreng önként bevonul fél évre egy Gödör nevű helyre, az épület egy ki tudja milyen magas börtön, aminek minden szintjén két ember él egy hónapig összezárva. Teljesen véletlenszerű, hogy ki hányadik emeleten tartózkodik, havonta ez úgyis változik. A fentiek minden nap leküldenek egy hatalmas asztal ételt, amiből mindenki kénye kedve szerint falatozhat, ameddig nyilván marad valami az asztalon. Hősünk igyekszik alkalmazkodni, majd a saját kezébe venni a gyeplőt. A szinopszist hallva mindenkinek beugorhat az ehhez hasonló társadalmi horror thrillerek zsánere olyan képviselőkkel, mint a Kocka, a Circle, de eszembe jutott még az übernyomasztó német film A kísérlet is. Ez teljes mértékben helytálló, megvan az érdekes alapkonfliktus, az inger szegény paranoiával teli környezet, illetve az ismeretlen misztikuma. A főhőssel egyetemben semmit nem tudunk a helyről, csak szeretnénk túlélni. Szépen lassan derül ki, hogy hány szint van, kinek mi a szerepe ebben a játékban, mik a szokások, illetve hogy lehet a legjobb módszerrel kijutni innen. Goreng társát hívjuk Mr. Nyilvánvalónak, ő fekteti le az alapokat, hogy aztán szépen fokozatosan szabaduljon el a káosz. Túl sokat nem időzünk egy szinten sem, a cselekmény inkább ízelítőket ad, majd apróbb montázsok segítségével meséli el, hogy hogyan telik egy hónap. Mondanom sem kell, mindegyik fontosabb állomásba betekintést nyerünk, a bőségzavarától kezdve a totális kiüresedésig. Igyekszenek szemléltetni, hogy egy-egy helyzetben mi lehet a helyes, a helytelen, valamint a reális reakció. Szeretem az olyan filmeket, ahol a néző is lehetőséget kap arra, hogy belegondoljon, ő miként alkalmazkodna, illetve mit tenne az adott szituációban. Akadnak érdekes mellékszálak, amik közül a leglényegesebb egyértelműen Miharué. A nő, aki a lányát keresi, ezért ráül az asztalra, és folyamatosan halad egyre lejjebb, hogy megtalálja. Jól hangzik, de sajnos elég sok helyen bele lehet kötni logikailag. Olyan megválaszolatlan kérdésekkel találjuk itt szemben magunkat, amik kifejezetten zavaróak, és nem illenek egy egyébként jól felépített és kreatív alkotásba. A platform ugyanis tényleg sokat markol. Szerencsére nem fog keveset, de azért messze nem olyan okos, mint ami ennek mutatja magát. A Gödör egyértelműen a társadalmi ranglétra szimbóluma, egy kapitalizmus fricska, hogy a felsőbb osztálybeliek miként szarnak szó szerint az alattuk elhelyezkedőkre. Ott lenne a szociális együttérzés csírája, hogy összefogással és kompromisszumokkal egyenlő javak jutnának mindenkinek, de az ember gyarló és nem szereti, ha megkötik a kezét. Lehet, hogy csak én vagyok így ezzel, de az utolsó harmadban egy enyhe bibliai utalást és Jézus szimbolikát is felfedezni véltem abban, ahogy Goreng rászánja magát egy bizonyos döntésre. A zárás nyitva hagyja a sztori tovább gondolását, amit én mindig nagyon szeretek. Itt sem volt rossz, de azért egy kicsi hiányérzetet hagyott maga után. A platform erőteljes, elgondolkodtató és érdekes darab. Aki kedveli a társadalmi vonatkozású paranoia thrillereket, az ne hagyja ki. Gyomor azért mindenképp kell hozzá, mert igencsak brutális és erőszakos a film, de valahol ez érthető egy ilyen helyzetben. Nem mindig a legkövetkezetesebb és kicsit talán sok dolgot akar egyszerre, de mindenképp érdemes alámerülni ebben a Gödörben. Ki tudja, talán rájövünk, hogy milyen emberek is vagyunk valójában. Úgyhogy egy szó mint száz, én tényleg csak ajánlani tudom ezt a filmet. Nézzétek meg, érdekes, fordulatos, szánjátok rá az időt, megéri. Úgyhogy én adok is rá 75%-ot. Ennyi lettem volna, ha tetszett a videó, akkor lájkolj és iratkozz fel, ha gondolod, kövess Facebookon vagy Twitteren, linkeket megtalálod a leírásban, azt a legközelebb találkozunk. Csácz!